Mihelyest lesz erről valamilyen elemzésem, akkor már a nem válaszolókról, akkor elküldöm, de ott lesz írásban is. Hiszen még egy hétvége, igaz, annyi még előttünk áll. Jó. Hát köszönöm szépen Pistának az előadást, és akkor most egy autentikus ifjúsági mozgalmat fogunk megismerni, amit Sebestyén Anna Mária fog prezentálni kettőnk nevében. Autentikus diákmozgalom, és léphetünk is egyet, hogyha működik. Működik, igen, csak beleülhetünk egyet. Egyet lépsz nekem, nem szíves. Méghozzá a Független Diák Parlament, 2014-ben alakult ifjúsági civil szerveződés kialakulásának okait, felépítését, működését, illetve megfogalmazott követeléseit tárgyaljuk a tanulmányunkban. Ugye Szabó Máté azt mondja, hogy a mozgalmak azok mindig fontos jelző funkciót töltenek be a társadalomban, méghozzá a társadalom és a politikai szervezetek közötti közvetítésben, és ebben az értelemben a Független Diák Parlament az tulajdonképpen a magyar oktatási rendszer mérőjeként értelmezhető, hiszen leképezi azt, hogy ma a közoktatásban tanulók hogyan látják az oktatást, milyen hiányok betöltését tartanák fontosnak, akár azért, mert ami van, az számukra nem kielégítő, akár azért, mert valami nincs meg, aminek meg kéne, hogy legyen az oktatásban. Ahogy a dián is látszik, a Független Diákparlamentről nem lehet az Országos Diákparlament nélkül beszélni, hiszen maga a szerveződés éppen az Országos Diákparlamenttel szemben fogalmazódott meg. Az Országos Diákparlament a törvényben meghatározott definíciója szerint a diákok közneveléssel kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amelynek a rendszeres időközönkénti összehívása a mindenkori oktatásért felelős miniszter törvényben rögzített feladata. Ugye ebből a törvényszövegből az nem derül ki, hogy ezen a fórumon kitájékoztat kit, viszont az a pozitívumaként említendő, hogy szorgalmazza a tanulói jogok érvényesülésének az áttekintését. Menj vissza még az Országos Diákparlament. Az Országos Diákparlament az felmenő rendszerben épül fel, vagy épp az Országos Diákparlamentnek a résztvevői felmenő rendszerben választják ki, ami azt jelenti, hogy először ugye az iskolák szintjén választják meg a képviselőket, akik aztán egy megyei diákparlamenti ülésen vesznek részt, ahol megyei küldötteket választanak, akik aztán az országos rendezvényen képviselik a megyei iskoláit. Ugye ennek az elvnek az alkalmazása, az iskolai alkalmazása az több problémát is felvet. Ugye egyrészt az, hogy ahogy haladunk felfelé a képviselet fokain, ugye egyre kevesebb személy közül választható ki az, aki egyre több diákot képvisel, ez már önmagában kedvezőben a demokrácia szempontjából. A másik pedig az, hogy igazából az oktatási rendszerben nincsen az iskoláknál magasabb szintű egység, amit a diákok képviselhetnének. Ugye a megyék iskolái az tulajdonképpen egy mesterséges entitás, ami még ilyen az csak bizonyos oktatási-igazgatási szerkezetekben bír, rendelkezik képviselendő érdekekkel, de nem a diákság szintjén. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebbe a rendszerbe, ebbe a szerkezetbe már akarva akaratlanul be van építve az, hogy mások mondják meg a diákoknak, hogy mit is kéne egy adott szinten demokratikusan képviselniük.
A legutóbbi országos diákparlamenti ülés az 2014-ben volt Székesfehérváron, és ezt követően a középiskolás fiatalok egy csoportja éles kritikát fogalmazott meg az országos diákparlamenttel szemben. Véleményük szerint ugyanis az országos diákparlament nem alkalmas a diákok érdekképviseletére, méghozzá négy okból kifolyólag, ezek láthatóak a díján. Az első az, hogy túl hosszú idő telik el két országos plenáris ülés között, ami a diákok többsége számára nem nyújt beleszólást az oktatási problémáiba, hiszen ugye legtöbben csak 4 évet töltenek ezen az iskolafokon. A második az az, hogy a diákképviselők megválasztása nem demokratikus úton történik, hanem patronáló tanárok és intézményvezetők erőteljes beavatkozásával. A harmadik az, hogy a megyei és az országos ülés is a nyilvánosság kizárásával zajlik, a negyedik pedig az, hogy nem valósul meg valódi párbeszéd a diákok között, hiszen a felszólalások szövegét előre bekérik ellenőrzésre. Ugye látható, ugye ezek a követelések, ugye az első kivételével, a 3 éves intervallum kivételével nem a törvényre, vagy ezek a kritikák nem a törvényre irányulnak, hanem az alsóbb szintű jogszabályok, illetve a mindennapi joggyakorlatban kialakult negatívumokra irányulnak, amelyekről ugye 2014-re már viszonylag sok információ halmozódott fel, ugye a demokratikus deficitjükről. Tulajdonképpen a 2010-es évek elején az oktatási rendszerünknek a demokratikus vonásai meglehetősen lecsökkentek, és ez tanár megmozdulásokat, illetve hallgatói mozgalmakat váltott ki. Ezekhez a szerveződésekhez középiskolás fiatalok is csatlakoztak. Nem volt tehát teljesen előzmény nélküli, hogy 2014 tavaszán az Országos Diákparlament kritikája nyomán megfogalmazott egy alulról szerveződő a diákság valós érdekképviseletét ellátni képes szerveződés, diák szerveződés, a független diákparlament ötlete, amely még ugyanezen év őszén meg is kezdte a működését. A diákparlament függetlensége az intézményi és politikai függetlenséget jelent. A diákparlament az független az állami intézményektől, tehát minisztériumoktól, önkormányzatoktól, és független a pártoktól is, tehát egy teljesen önálló, középiskolások teljesen önálló kezdeményezéseként jött létre, és az iskoláktól is független, hiszen nem az iskolák alapján, iskolarendszer alapján, hanem területi elv alapján szerveződik, felépítésében és működésében az országgyűlés működési logikáját követi, ami azt jelenti, hogy a diákok országos régiók szerint arányos 14-21 éves korosztályra nézve általános egyenlő és titkos választójog alapján az interneten egy erre a célra létrehozott platformon választják meg közvetlenül a képviselőtestületet, amely bizonyos témák kezelésére, diákokat érintő kérdések kezelésére bizottságokat hoz létre és működtet, és éppen az országgyűléssel való formai hasonlósága teszi lehetővé a diákparlamentnek, hogy önmagát diákparlamentként definiálja, ugye amiben lényegesen különbözik az országgyűléstől az a hatásköre, hiszen ez jóval szűkebb, mint az országgyűlésé, lényegében a független diákparlament saját tevékenységét leszámítva nem hoz semmiről döntést, hatásköre a különböző régiókból érkező diákok véleményeinek a megvitatására, illetve a diákokat érintő kérdésekben állásfoglalások megfogalmazására terjed ki, amelyek alapján a döntésre vagy beavatkozásra feljogosított intézmények számára javaslatokat alakítanak ki. Léphetünk egyet? A diákparlament tulajdonképpen gondosan kiválogatott szövegekben deklarált demokratikus elvekből meríti az alapelveit. A demokrácia alapdokumentumának Bibó István a szabadság szerető ember politikai 10 parancsolatát választották, és ami leginkább meghatározza a független diákparlament működését, az John Harris Loughlin-nak a tanulói jogokat összefoglaló munkája, ez a Learner's Bill of Rights, amelynek a 15. tétele kimondja, hogy jogom van a saját oktatásommal, osztályommal és iskolámmal kapcsolatos kérdések eldöntésében a korom és tanulmányaim előre haladtával egyre nagyobb mértékben részt venni. Ugye ebből az idézetből is látható, hogy a független diákparlament elsődlegesen oktatáspolitikai kérdésekkel foglalkozik. Ugye a diákparlamentet nem definiálhatjuk forradalmi mozgalomként, még akkor sem, hogyha bizonyos kérdésekben kifejezetten
radikális véleményt nyilvánít ki, sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy ez egy reform mozgalom, amely elsősorban a demokratikus alapértékek, demokratikus értékek hangsúlyozására törekszik, illetve az oktatáspolitika, mint szakpolitika befolyásolására. A diákparlamentnek deklarációja a legkülönbözőbb nézőpontoknak a figyelembevétele, ezért képviselőnek jelentkezhet minden olyan személye független diákparlamentben, aki kapcsolatban áll az oktatással, vagy a közelmúltban kapcsolatban állt az oktatással. A szabályozatuk szerint a képviselőtestület maximum 125 főből állhat, és ezen belül 5 képviselői kategória különíthető el. Az első és a legnépesebb képviselői kategóriát a közoktatásban tanuló, vagy illetve a középfokú intézményekben tanuló diákok alkotják. 90 fővel, őket Magyarország 8 nagy régiójából választják meg. Mint választókerületből a régióban tanuló középiskolások arányában. És ugye a diákok figyelembe veszik, hogy az oktatással kapcsolatosan nem csak az ő véleményük van egyedül jelen, hanem más kategóriák is vannak, ezért úgy gondolják, hogy ezt érdemes egy vita keretében meghallgatni. Így a további képviselői kategóriákat a felsőoktatásban tanuló hallgatók, az alap, közép vagy felsőfokú intézményekben oktató tanárok, a maximum vagy ugye 25. életévüket be nem töltött öregdiákok és a szülők alkotják. A független diákparlament megfelelő működéséért, elsősorban a szavazás lebonyolításáért, a plenáris ülések szervezéséért, a megfelelő demokratikus működésért, illetve a sajtóval való kapcsolattartásért a szervezőbizottság felelős. A szervezőbizottság és a parlament elkülönül egymástól, a szervezőbizottság tagjai nem rendelkezhetnek képviselői mandátummal. Ők az egyedüli olyan bizottság a parlamentben, akik állandó tagsággal rendelkeznek. Ugye frappánsan úgy fogalmazták meg, hogy a szervezőbizottság kizárólag a formákkal foglalkozik, hogy a parlament kizárólag a tartalommal foglalkozhasson. A képviselőtestület, a megválasztott képviselőtestület az egy évben kétszer ül össze, ősszel és tavasszal 3-3 napra. Az őszi plenáris ülésen tulajdonképpen a megválasztott képviselők a jelöltként előkészített javaslataikat a plénum elé terjesztik, aztán szavazás keretében meghatározzák azokat a témákat, amelyekkel a független diákparlament az adott ciklusban, bizottságokban fog foglalkozni. Minden képviselőjelölt eldöntheti, hogy melyik bizottság tagja szeretne lenni, és a bizottságokon belül mindenki egyelő, csupán egy koordinátort választanak, és már az őszi plenáris ülés alkalmával a létrejövő bizottságok vázlatosan kialakítják a témájukat, amelyet a plénum elé terjesztenek elfogadásra, tehát tulajdonképpen az őszi plenáris ülésnek ezek a munkakezdő határozatok az eredményei. Majd a következő 3 hónapban a bizottságok tagjai az elektromos kommunikáció segítségével, vagyis tulajdonképpen egy Facebook csoport segítségével maradnak egymással kapcsolatban, és közösen dolgozzák ki a saját témájukkal kapcsolatos állásfoglalásaikat, javaslataikat vagy követeléseiket, amelyet aztán a tavaszi plenáris ülést terjesztenek. A plénum egyesével megvitatja a javaslatokat, olykor ugye kiegészítő vagy módosító indítvány téve, és az tavaszi plenáris végén pedig a végső szavazásban megszavazott javaslatokból tevődik össze a független diák parlament javaslatcsomagja, amelyet az emberi erőforrások miniszterének küldenek el. Ugye innen is látszik, hogy tulajdonképpen a diák parlament az tényleges rendszer szintű országos problémákkal foglalkozik, amelyet csak a képviselői mandátummal rendelkező személyek szűrnek meg, és nem egy külső valaki hozza be a problémákat, még csak nem is a szervezők. Okay. Ugye a független diákparlamentnek az az ambíciója és alapelve, hogy a teljes vagy általános és titkos szavazás révén a teljes diákságot képviselje. Persze ez egy irreális elvárás, hogy ugye ez megvalósítható akár egy év alatt varázsütésre. Ugye még az internet korszakában is egy tucat diáknak a kezdeményezése nem tud olyan gyorsan elterjedni, mint szeretnék, főként akkor, ha ehhez nincsenek megfelelő anyagi és szervezeti eszközeik sem, viszont az megállapítható, hogy egy év leforgása alatt mintegy közel 2000 fővel tudták növelni a szavazó bázisukat, de ez még mindig messze elmarad a választásra jogosult népesség számától. 2015 őszén a 214 jelöltből
175 középiskolás tanuló jelölt volt, ami azt jelenti, hogy tehát ilyen 80%-át adták a középiskolás diákok. Ugye érthető módon a közoktatás leginkább érintett tagjai jelentkeztek, és megállapítható volt a kutatásunk alapján, hogy az idősebb és a felnőtt kategóriák különösen vidéken kevésbé bizonyultak mozgósíthatónak. Ha feltesszük azt, hogy a független diákparlament modernizációs mintára terjed, akkor működésének második évében még erősen feltételeztük azt, hogy a budapesti diákok lesznek leginkább jelen, ám meglepő módon leginkább kisvárosokból, mert ugye elcsúszott a dia, nem baj, kisvárosokból és községekből jelentkeztek a legtöbben képviselőjelentnek. Az iskolatípus tekintetében már inkább igaznak bizonyult a modernizációs feltevésünk, hiszen legtöbben gimnáziumokban jelentkeztek. Ugye az összes középiskolás jelölt 30%-át tették ki a szakközépiskolások, és 19%-át a szakiskolások. Ugye az eloszlásuk az iskola presztízs rangsorát követi, ugye ennek megfelelően a szakiskolások számíthattak a leggyengébb képviseletre, ugye ez az eredmény tulajdonképpen nem meglepő, hiszen ugye a korábbi kutatások már rámutattak a szakiskolások kisebb társadalmi aktivitására. Az összes képviselőjelölt, diákképviselőjelöltek az 53%-át, tehát több mint felét választották meg képviselőnek. Bár ez a dián nem szerepel, de a nemek arányát tekintve a fiatal válaszok úgy tűnik, hogy a fiúkat kicsit jobban preferálták a lányokat, mint egy 54%-a, vagy 56%-a 44%-kal szemben, de még így is a független diákparlament képviselőtestülete messze felülmúlja az országgyűlést, hiszen ott a nők, a női képviselők aránya csupán 10%. Ugye látható, hogy a kisváros és község jelentkező diákképviselő jelölteknek csupán 37%-át választották meg, ugye mutatván az, hogy mekkora szerepe van a nagyságnak, de hogy nem csak a nagyság számít, az látszik abból is, hogy a megyeszékhelyi jelöltek is ugye épp hogy csak elérték az átlagos bekerülési rátát. Míg a közepes városokból induló jelölteknek a 80%-át választották meg. Az iskolatípus tekintetében ugye a legnagyobb arányban a gimnazisták kerültek be a képviselő testületbe, a szakközépiskolásoknak csupán harmadát választották meg, a szakiskolásoknak pedig ugyan megválasztották a felét, viszont így is nagyon alacsony számban vannak jelen a képviselőtestületben, csupán a jelöltek közötti arányukat tudták megőrizni. Ugye a makroszociológiai jellemzők alapján azt mondhatjuk, hogy olyan erőteljesen rétegzett társadalomban, mint amilyen a magyar társadalom is, még a független diákparlament sem függetlenítheti magát a társadalmi előnyök és hátrányok egyenlőtlen eloszlásától. Ugye a kutatásunk alapján kimutatható volt az, hogy a hátrányosabb településen élő diákok vagy a rosszabb vagy a gyengébb presztízsű iskolákban tanuló diákoknak kisebb esély van a bekerülésre, illetve érdekeik képviseletére. Végül egy kicsit a független diákparlamentnek a tartalmi sajátosságairól szeretnék beszélni, nem annyira jól látszik a DM. Ugye azt gondolom, hogy a fiataloknak a tudatosságát tükrözi az, hogy a szervező bizottság a választásokat megelőzően egy internetes kérdőívben tudakolta meg a fiatal választóitól, hogy milyen elvárásaik is vannak tulajdonképpen egy ilyen független érdekképviselettel szemben, és a válaszadóknak 37 felkínált téma közül kellett választaniuk azt az ötöt, amit a legfontosabbnak találnak. A RUD-diagramnak a hiperbolikus lefutása mutatja, hogy melyek voltak a számukra fontos témák, és melyek a kevésbé. A fontos témák között azokat találjuk, azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolják a diákok mindennapi életét, ugye például a diák önkormányzat, a 9 órai kezdés, az iskolák felszereltsége, illetve a diákok sérelmeinek a megoldása. És ami meglepő volt, hogy a kevésbé fontos témák között pedig a tankönyvpiac államosítása, a gyermekvédelmi rendszer megújítása, a fogyatékkal élők jogai, illetve a szegregáció szerepelt. Ugye ez azért meglepő, hiszen ezek a médiában, a publicisztikában, tehát a közéleti szinteken leginkább forgó témák, ugye a választóknak ezek nem bizonyultak fontosnak. Ugye
A válaszolói elvárások alapján azt mondhatjuk, hogy a középiskolás fiataloknak, vagy középiskolás fiatalok sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az életüket közvetlenül befolyásoló tényezőknek, mint az életet általánosabb elvek szintjén távolabbról befolyásoló tényezőknek. Viszont azt figyeltük meg, hogy a megválasztott képviselők érzékenynek bizonyultak ezekre a távolabbi tényezőkre is. És egyébként volt még egy ilyen jelentős különbség a választók és a megválasztott képviselők között, méghozzá a megválasztott képviselők már a kampányszövegeikben, illetve később a plenáris vitáikon is erőteljesebben bírálták az államosítási lépéseket, míg ez a választói rangsornak csupán, a fontossági rangsornak csupán a végén szerepelt. Egyébként összességében az mondható el, hogy a Független Diákparlament abszolút megfelelt a választói elvárásoknak, már a 2014-15-ös ciklusban is legalább 5 diákjogvédő határozatot hoztak meg, és az érdekvédelem függetlensége érdekében a következő javaslatot tették az EMMI-nek. Na, itt minden elcsúszott, de a lényeg az az, hogy ugye az EMMI tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az iskolai diák önkormányzatokat az iskolák maguktól független, különálló szervezetként kezeljék, és semmiképp sem rendeljék az iskolák alá. Ugye az EMMI válasza, bár nem annyira látszik, de egyértelműen kifejezte azt, hogy ezzel a követelésével a Független Diákparlament falba ütközik. Ugye az állam számára elképzelhetetlen az, hogy az iskolákban egy független szervezet képviselje a diákok érdekeit. Az EMMI-nek a válaszai tulajdonképpen serkentőleg hatottak a diákparlamentre, hiszen a következő két ciklusban még nagyobb hangsúlyt helyeztek a diákok jogtudatosságának a fejlesztésére, és még önálló bizottság is létrejött az iskolai demokrácia és a diákjogok kérdéseinek a kezelésére. Valamint az is megállapítható, hogy a diákjogi követelések hangsúlyosabbá válása összefüggésben van azzal, hogy 2016 újra az oktatásügyi kritikai mozgalmak időszaka lett. Ha csak a tanítani mozgalomra gondolunk, vagy a civil közoktatási platformra, ugye ezekre az iskolák is pozitívan reagáltak. Ezekben az iskolákban a diák önkormányzatoknak is az oktatáspolitikai aktivitása fokozódott, ami meglátszódik a Független Diák Parlamentben is, hiszen ebben a ciklusban, a mostani 2016-2017-es ciklusban megfigyelhetően többen jelentkeztek a diák önkormányzat elnökei, illetve iskolai elnökök. Ugye ezekre a fiatalokra úgy tekinthetünk, mint egy duplán kiválasztott elitre, hiszen már az iskolában is alkalmasnak találták helyi képviselőnek, és a Független Diákparlament teljesen ismeretlen szavazó tábora is alkalmasnak találta őket a bemutatkozó szövegeik alapján, tehát úgy gondoljuk, hogy az általános oktatáspolitikai helyzet mellett ez is közrejátszott abban, hogy a Független Diák Parlament idén, illetve tavaly még aktívabb lett, és még inkább hangsúlyozza a diákjogoknak az érvényesítését. Tehát összességében a Független Diák Parlament egy valóságos alulról építkező mozgalom, egy valóságos problémákkal foglalkozó civil szerveződés, amely ugye célul tűzte az oktatás mélyreható átalakítását. Olyan fiatalok színre lépéséről van szó, akiknek sikerült az internet segítségével egy teljesen független, senki által sem ellenőrzött diák érdekképviseletet létrehozni, és természetesen még nagyon fiatal ez a szerveződés, hiszen ugye alig telt el 3 év, még hosszú út áll előttük, de az mindenképpen nem vitatható el, hogy hozzájárulnak a demokrácia terjesztéséhez, illetve a diákságnak az oktatáspolitikai érzékenységének a fejlesztéséhez, javításához. Köszönjük. És kedves közönség, akkor közönségi lassú kérdések. Az egyik kérdésem az az, hogy lehet, hogy én nem koncentráltam eléggé, de számomra csak azt mondtakozott ki, hogy a közoktatásban tanuló diákok választási és bekerülési rendszere az milyen, a másik 4 kategória az hogyan zajlik, én azt nem érzékeltem, tehát hogy a szülők a felsőoktatásban tanulók, illetve a tanárok, azok hogyan kerülnek be. Rájuk nem vonatkozik a választókerület. A választókerület nem vonatkozik. A
választókerület nem vonatkozik, de bizonyos megkülönböztetések azért vonatkoznak. Tehát például Budapest és vidék megkülönböztetése az például egy eléggé jelentős dolog. És akkor mondjuk 5-5 lehet az elosztás, bár ezt a szervezetbizottság mindig megvitatja, hogy jól csinálta-e, hogy ezt hogy jól osztotta-e meg, vagy nem osztotta meg jól. És akkor egy egészen rövid formai kérdés, hogy ez a 21 év, ez hogy jött ki? Tehát, hogy miért pont, ugye 14 és 21 év közötti korosztályt néznek? Majd mindjárt akkor még csak egy mondatos megjegyzés, mert ez nem tudom, visszatartani, hogy 1967-ben, tehát pontosan fél évszázaddal ezelőtt volt az első országos diákparlament Magyarországon, ezt azért tudom, mert ott voltam képviselőként annak idején, harmadikos gimnazistaként, és azért annyit a mai idők szellemiségével összehasonlítva hozzátennék, hogy nekünk a hozzászólásaikat sem az iskolában, sem a megyei, sem az országos diákparlamenten senki nem kontrollálta előre, és a megyei és az országos diákparlament is teljesen nyilvános volt. Ennyit a hivatalos országos diákparlamenthez kommentként. Már hogy a... Tehát 67-ben? 67-ben volt nyilvános, mert hogy most nem az. Azt mondom, igen. Hogy hát, akkor nyilvános volt, igen. Most nem az. Ja igen, a 14-21 éves korosztály. Hát én erre nem tudom megmondani a választ, ezt a fiatalok találták ki. De itt van egy fiatal közülük, új esetleg talán erre meg tudja adni a választ. Igen, hát a Facebooknak köszönhetően igazából. Mert valamilyen alsó korhatárt meg akartak határozni, ez hogy akik elkezdték, és ez a 14 éves lett. Ez a felső pedig úgy alakult ki, hogy praktikusan a választás az Facebookkal ellen le lehet tehát mindig bejelentkezni, vagy egy idő után, és Facebookon csak azt lehet ellenőrizni, hogy az ember 21 vagy 21 fölötti, 21 év alatt vagy, és így gondolom ebből adódott, hogy azt nézték meg, hogy... De igazából a... Technikai kényszerűség. Igen. Tehát gyakorlatilag nem ezt hangoztatjuk, hogy ez a kritérium, de valóságban csak ezt tudjuk ellenőrizni. Igen, azt hiszem, hogyha sok pénze lenne, független diák parlamentnek, akkor fejleszthetne egy olyan szoftvert, amely képes szoftver is, de akkor a Facebooknak ez az egyetlen hatása a diák parlamentre? Vagy tehát, hogy Facebook, meg a többi hálózatnak, vagy vannak még más pontok, ahol egy ilyen meghatározó tényező volt, vagy van? Ennyire konkrétan meghatározó szerepe nagyon nincs máshol a Facebooknak, de nagyon fontos szerepet játszik a szervezet életében, mert többnyire így tudunk kommunikálni egymással, illetve a plénum is évközben, amikor éppen nincs plenáris, akkor a Facebookon tud egymással kapcsolatot tartani. Illetve nyilván leginkább, tehát kétféleképpen tudunk elsősorban diákokat elérni, az egyik az az, hogy az iskoláknak küldünk leveleket arról, hogy ez az opció létezik. Postát? Nem, e-maileket. Igen. És a másik pedig az, mert a levelet az nagyon drága lenne a nagy számuk miatt. A másik pedig, hogy Facebookon hirdetünk, és nyilván nincs mindenki Facebookon. Tehát van egy valószínűleg egy olyan marginalizált csoport, akik így nem érünk el. Illetve nem, már mindenki más sem érünk el, de a többiek közül az teljesen random, hogy kit érünk el és kit nem. Van valami elképzelés, hogy milyen arányban vannak ezek, akik nincsen ez a Facebookon? Na, azt nem tudom. Azt szerintem senki nem tudja Magyarországon, hogy milyen a Facebook igénybevétele. De azt én még hozzátehetem a Máté szavaihoz, hogy van azért még hatása a Facebooknak,
És ez esetben azt mondhatom, hogy ez bizonyos volt ki korlátozó hatás. Ez az a hatás, hogy ugye ahhoz, hogy a Facebookon kommunikáljatok, ahhoz Facebook csoportokat kell létrehozni, és ugyanaz nagyon sok Facebook csoport van, mert van a képviselőknek egy általános Facebook csoportja, van egy teljesen nyitott Facebook csoport, van oktatási Facebook csoport, van minden munkabizottságnak külön Facebook csoportja, ám de ha még valamit akarnának csinálni, akkor kellene csinálni egy külön Facebook csoportot. Tehát arra